Baromissza Tibor Nyíres ősszel című festménye, amely 1910-ben készült a Nagybányától csupán néhány kilométerre található Nyíresnél. És itt a festmény hátterében felelhetőek a Nagybánya jellegzetes motívumai, mint például az itt látható kereszthegy. Felfokozott képi világa, meg ezek miatt a nagyon dekoratív, erőteljes színek miatt már a kortársai is ultramodernnek bélyegezték és ultramodernséggel vádolták. Korai Baromisszának a teljes technikai repertoárja felfedezhető. Például ezek a rendkívül dekoratív színpöttyök, a nagy színfoltok, az élénk kontúrok használata. A festmény ki volt állítva 1911-ben a művészházban, és ezen a kiállításon szerepelt Baromisszának egy másik műve, ami tulajdonképpen a főművének tekinthető, vagy az életmű egyik legfontosabb darabja, ez a Cinterem Nagybányán. És érdekes, hogy ugyanazért az árért kínálták. Tehát Baromissza saját maga is úgy vélte, hogy a Nyíres ősszel az a pályájának az egyik főműve ugyanolyan értékeket képvisel, ugyanolyan kvalitású, mint a Cinterem Nagybányán.